Szerintem elég sokan láthatátok a csatornán azt a videót, amiben én Balázsjal beszélgetek különböző ügyes-bajos dolgairól, többek között arról is, hogy az üdítőjét egy héten jelentette be Viszpertonnal, de azt hiszem öt nappal korábban, úgyhogy ö, érdekes volt megnézni, hogy vajon Viszperton erre fog-e válaszolni, lesz-e valamilyen reakciója, és úgy tűnik, hogy ez elérkezett ez a nap, meg is történt, úgyhogy ezt fogom megnézni. Bár! te súlytalan fasz vagy! hú, Már 20 éve veletek. A sztorihoz hozzá tartozik, hogy ez már egy jó pár napja kim van. Összesen 6 napja kim van, csak én ugye el voltam út... Nem magyaros, nem. Elutaztam. Balatonra, nagymamámhoz, tök jó volt, ott voltunk pár napot. És addig nem, nem foglalkoztam ezeket, szóval nem néztem meg. Szóval Kálmán mondta, hogy hogy akár fel is készülhetek, nézzem végig, és akkor utána hogy mondjam el a véleményem újra, amikor itt megnézem veletek, de én ezt nem tettem meg. Szóval nem tudom, mit fog ebben elmondani. Az a videó felütése, hogy Viszperton lemásolta a kétokost, és ellopta Balázs Kicks italát. Ez egy nagyon hülye felütés. Szerintem egyik állítás se hangzott el, se az, hogy Viszperton két okos másolta le, és az se, hogy ellopta Balázs Kicks italát mert egyik se, egyik se túl releváns érv, vagy kritika. Azt látom, hogy Manini a top komment, mutathatsz bármilyen bizonyítékot a sok kisgyereknek meggyőződés az akkor is, hogy mindent a két okos adott létre. A haszóval itt Manin most megpróbál oldalt választani, ő lesz, nagyon ki van bukva a két okosékra, vagy legalábbis azt gondolja, hogy ebben a témában valószínűleg nem számítanak az érvek, mert a két okos az mindent magájának fog gondolni. Mindegy. lényegtelen. Az, hogyha valaki valamit népszerűs, vagy népszerűségre segít, és sokan megismerik, akármilyen tevékenység, akármivel kapcsolatos, akkor hozzá fogják az emberek azt kapcsolni. Minél több ember kapcsolja hozzá, annál inkább gondolják, hogy ők találták ki. Hogyha ez nem igaz, szerintem az egy olyan másodlagos, tehát nem olyan nagyon fontos érv a legtöbb ember számára. Remélem, hogy érthető volt. Nézzük akkor, mit mondott Tom. Igyekszem nem megállítani sokszor. Lemásolta a két okost és ellopta Balázs italát. Szia Balázs! Hangosíts ki! De most ez a ez fura lemás. <laughs> Lemásolta a filmünket! De nem, mert most ki kell szednem, hogy kínálunk a tégről. <laughs> Higgyetek el, pont annyira nem hiszem el, hogy ezt a videót most fel kell vennem, mint ti, akik nézitek. De tekintve, hogy Balázsik marketingének visszatérő eleme az én Márkám rossz fényben való feltüntetése. Ez Rok... versenyfutás volt, hogy minél a... hamarabb ki kell tenni a videót? Igen. Hogy hát akarták igen. előttünk kirakni. Többen tud. Oh. Oh. Oké. Okay. Most szerepelek először a Viszperton csatornán, szóval remélem hogy, remélem, hogy jó volt a sminkem, meg minden rendben. Oké. Okay. Azt mondja Ton, hogy rengetegszer volt támadva az ő brendja. Oké, okay, nézzük tovább. Mit, mit, akar kisütni ebből? Tudtak, hogy mi ilyen ezt fogjuk csinálni, és valaki elmondhatta nekik. Én ezt nem éreztem korrektnek, hogy így alánk akartak tenni. Az igazság győzött. Egyszer is minden korrekt. Igen, ez nekem is nagyon erős volt, amikor a Balázs azt mondta, hogy hogy ő nem tudja, hogy hogy a Francba történhetett meg, hogy a ton ugyanazon a héten tette ki a videóját, ugyanúgy egy itt bejelentős, ugyanúgy Ryan a, a a kopia és de hát ők hamarabb rakták ki, úgyhogy győzött az igazság, mert hogy ők előbb kezdtek el ezzel foglalkozni. Az lehet, hogy Balázs előbb kezdett üdítő gyártás tervével foglalkozni, de hogy ki csinálta meg ezt a filmet hamarabb, hát azt mi honnan tudhatjuk? Vagy hát a gyártás kinél zajlott le hamarabb. Ezt, ezt nem tudhatjuk. Annyi biztos, hogy a Balázséké jóval összecsapottabb, saját bevallása szerint is jóval gyengébb videó, mint, a, mint amit a Tonék tettek ki, ez valószínűleg sokkal több munka pénz kellett. Nézzük tovább. Tisztázunk le pár dolgot. 2022. február 18-án, azaz 2 és negyed éve, megkerestem egy ízfejlesztő, illetve palackozó céget az üdítő ötletével, a Sparkival. 22. márciusától megkezdődött a hosszú hónapokon át tartó ízfejlesztés. round 2! Ma is is velem tart kóstolni. Reméljük ez alkalommal szerencsésebbek leszünk. Amire megalkottuk a három végleges Sparky. -t. Jó re, kerepes. Mi? Na. In, in, in the több mérdek tesztelése után. 22. májusában neki láttunk a Sleep grafikánk, logó, weblap és hasonlók tervezésének. Azonban a célom az volt, hogy teljesen önerőből létrehozzak egy brandet. De mivel a készleteim nekem nem kimeríthetetlenek, és nem voltak befektetők mögöttem, másfél évet csúszott a projekt. 2023. Oké, okay, én azt nem értem, hogy ezt miért egy ilyen Insta videóban kell elmondani, arra reflektálva, hogy Balázs meg kétokos miket mondott. Ezt szerintem, ha alapból mindenki tudja, mindenkinek kéne tudnia, vagy ezt az egész folyamatot így tálalta volna, vagy erről csinált volna a tartalmat, akkor egy csomó minden miatt nem kerülne ő a gyanú árnyékába. Egyelőre még semmit nem bizonyított, mert senkit nem érde érdekel valaki? T téged érdekel? Hogy mikor kezdett el foglalkozni az üdítőital gyártásával, elkészítésével? Hogyan mű... Hát lehet, hogy érdekel, de az egy külön téma, mert ez, ez nem fog választodni, hogy kitette ki hamarabb a videót, ki kezdte el hamarabb csinálni. Azaz a kérdés az, hogy hogy lehet, hogy ugyanazt a videót tették ki. Na ez itt az érdekes. Tudtak-e arról, hogy épp ugyanazt a szart másolják? Ez itt az igazán. Húsba maró, nagyon fontos kérdés, hogy nem tudom, hogy erre kapunk-e választ. 3. szeptemberében újra elkezdődtek a munkálatok, és 24. januárjában, itt éppen Milánóban mitingeltem a termékről, sikerült leütnünk a projektet. Itt februárban nézegetjük az elkészült szíveket, márciusban tesztelgetjük századjára az ízeket, de nem, mindig termékek. semmit. Nem a marketing előtt. stratégián részét képezte egy kis filmforgatás is, aminek a koncepciója egy Jumanji jellegű kincskeresésre épült, a keretét pedig Ryan Trahan videója adta, pont úgy, mint Balásnak, szerencsére. Így valóban nagy lehet a hasonlóság. Na de akkor most ki Bro, <laughs> nagy lehet a hasonlóság. Én nem tudom, te, te több iróniát várnék Tónitól itt. Na mindegy, folytassuk. Mi ennek a filmnek a koncepcióját a stábbal március 14-én, hát három és fél héttel a két okos filmet megelőzően ütöttünk le. A két okos The Movie előtt kell, hogy megtörténjen, mert a két okos The Movie-ban volt egy olyan rész, amit beletettek ugye a Balázsnak a Zord bejelentőjébe, amikor abban a sportáskában egy csomó ital van. Tehát ahhoz képes kellett neki korábban dolgozniuk ezen? Ezt akarja bebizonyítani ezzel a screenshottal, hogy neki hamarabb volt leütve a dolog, mint az, hogy a kétokos film megjelent? Sziasztok! Itt éritek el a költségbontást a múlt héten egyeztetett koncepcióra vonatkozóan. Ahogy láthatjátok, magasabb a költség az eredetileg tervezettnél. Ha nincs rá keret, akkor kompromisszumokat kell majd keresnünk az egyes tételeknél. A marketing stratégiát viszont kihúzhatjátok az eredeti árajánlatból, így, hogy abszolút videó stratégiára építünk. Arra külön szerintem nem lesz most még szükség. Így egy, egy kisebb a diffi is a totál kapcsán. Ez egy, csak egy pénzügyi bejelent, nem tudom, egy fel... nem tudom, kimut... nem nem tudom, nem, nem tudom, nem 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 Megállapítás, egy tényszerű ö, költségkalkuláció, e, ez, ez semmit nem bizonyít, egyelőre. Ekkor már le voltak foglalva a helyszínek, kész volt a forgatókönyv, stb. Illetve április 23-án... Milyen forgatókönyv? Na jó, volt persze, azért más is benne nem volt. Teljesen minden ellopva, csak ugye a, a kerete a sztorinak. Teljes hónappal a Balázsét megelőzően fejeztük be... Ú, de jó lenne visszatekerni. De nem fogok tudni. Na mindegy. Ö szóval teljes hónappal a balázs bejelentését megelőzően fej, Mi? Mindegy. Szóval még nem, mindig nem, 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 nem tudom, hogy nem volt semmi bizonyít, nem erre erejű dolog. Ö azt akarja bizonyítani, hogy ő hamarabb találta, ki, hamarabb forgatták le. De hát később tette ki öt nappal a videót. Ennek, ez még tűzoltásnak is kevés. Ez, ez ez kármentésből egyes jelenleg. Összegezve, 30 nappal azelőtt, hogy itt bárki bármilyen kisfilmet publikált volna, nekünk már elejétől a végéig fixálva volt a forgatás, marketing stratégia és társai. Ha... Igen, szerintem a bizonyíték nem megfelelő rá, másik meg abszolút irreleváns. Csak azt akarja elmondani, hogy nem lopták, vagy nem lopta, hanem ők ezt teljesen külön csinálták. De hát ettől még kurva kínosan jött ki. Ezt ismer már beton. Ez jó. Ha ez nem lenne elég. Én május 26-án jöttem volna haza Japánból, hiszen csak június 15-én debütált volna a termék. Azonban balás derültékből villámcsapás jellegű bejelentése miatt egy héttel előrébb kellett foglalnom egy repjegyet, hogy. Alapvetően nem kellett volna, hogy közel legyen a két dolognak egymáshoz, illetve nem is tudhatta, de ő hamarabb hazautazott Japánból, mert látta, hogy a balás be fogja jelenteni az italát. Valaki érti ezt? Hogy miért kellett volna neki sietnie, hogy nyilván ő a saját közönségének fogja az italt népszerűsíteni, a balás közönsége teljesen... Hát nem tudom, meg egyébként megfér a kettő egymás mellett. Mondjuk azt ugye jegyezzük meg, hogy a Sparklinak a nyitónapokon nem volt kóstoló csomagja, tehát meg kellett venned a 10.000 forintéra a három a hatos pakkot, hogyha meg akartad neked kóstolni. Nem tudom, nagyon rossz ez a magyarázkodás. pláne egy ilyen hát Insta realben, nem tudom erre mit mondjak, jó, TikTok, meg akarta osztani minél több emberrel, de az, hogy egy repjegyet hamarabb ö, átrakadta és ez ennek az oka, oké. Okay. Befejezzük a sparkly hiszen már akkor tudtam, hogy mindenki azt fogja hinni, hogy őket kopizzuk. De honnan tudtad, hogy ők ugyanazt csinálják? Hát ez itt a kérdés, hát itt kilóg a lóláb, hogyha Ton tudta, hogy a balázsék is ugyanazt a koncepciót csinálják meg. Ezek szerint tudta? Lehet, hogy balázs is tudta, csak nekem nem mondta el, amikor én kérdeztem róla, hanem csak sejtette azt, hogy valaki lehet, hogy tégla volt, és a... valaki elárult a tonéknak. De tonéknak miért? miért lett volna érdeke végigvinni azt a koncepciót? Miért lett volna egyiküknek is. Tehát szerintem egyiküknek se volt érdeke az, hogy a másikat szar hozza. Ha csak nincs valami nagyon bizar személyes gyűlölet a két személy között, ami abszolút irracionális, megmagyarázhatatlan, megmagyarázhatatlan, mert minden más szempontból egyszerűen tök függetlenek ta találom a, a, két sztori. Tehát a Barni is ki tudta hozni az italát, megvették a Barni követői az italát, az jó van. Tehát, hogy de az a gond, hogy egy héten ugyanazt a koncepciót, ugyanúgy üdítő, ugyanazzal a szar sőt a ton még Elkezdte a kampányát jóval korábban, letörölt minden, ugyanazt a, ugyanazt a skriptelt, de ilyen ócska skriptelt uh, storyt eljátszotta, amit előtte hetekkel korábban mindennek elmondott a kétokoség kapcsán. Én, ne, én nem találom ezt vételt. Szerintem itt a beismerés oldala, a sokkal jobb lenne, hogy azt mondta, hogy ez így szarul jött ki. De egyébként mentségemre szóljon, hogy. De ahogy valami ilyesmit látunk, csak... Én több szerénységet várok. Jelenleg Tokióban vagyok, és reggel 6 óra van. Tegnap reggel 6 óta. Um, próbáljuk kitalálni, hogy hogyan lancsoljuk az amúgy már két éve in progress brandünket, amin dolgozunk. Lassan 800 napja, mert így kiderült, hogy most fogja lunch. Én nem tudom elképzelni, tehát nagyon jó hiszeműen, nehezen tudom elképzelni, hogy ezen az üdítőn hogyan lehet 800 órát dolgozni, úgyhogy van... Egy neve, egy nagyon egyszerű doboza, három íze van, oké, okay, kóstolni kellett biztos sokfajta ízt. Van egy logisztikai része, amit nem tudom, hogy egyedül a ton csinálta, vagy, vagy, vagy biztos valaki segített. Nyilván van egy pénzügyi adózási jogi része, Ez, ehhez kell idő de, de én egy kicsit túl misztifikáltnak érzem, meg az, hogy ezen bármi múljon. Tehát akkor én legjobb, én nem tudom, én azt csináltam, hogy azt a filmet hagyom a francba, hát égjen el a pénzem, de legalább nem, nem egy ilyen totál visszájára sül el az egész projekt. Ha már két évet, 800 órát beletettem. De kitették? 800 napot? Ja, 800 napot? Jó. Hát, azt meg aztán végképp hagyjuk, hogy ő minden nap ezen dolgozott egész nap, szóval mindegy, mindegy, mindegy. Lépjünk túl rajta, folytassunk. Csolni egy kedves konkurens brand is a saját ital márkáját, ami nyilván azért rossz, mert a közmegítélés szinten ez úgy fog lecsapódni valószínűleg, hogy mi kopisztuk le, mert ugye mi fogunk kijönni egy vagy két héttel később, így egy ilyen 30 órás folyamatos meeting sorozat, gondolatcsere és tököm tudja mi után. Arra jutottunk, 23. arra jutottunk hogy tegyük ki. És elkaszáljuk magunkat. Ez volt a legjobb gondolat. hogy hát, ha azt gondolják az emberek, hogy ez egy lopott dolog, gondolják, és azt hogy egy ilyet összehet két hét alatt, gondolja azt, ja, nem tudom. Így hát előre kellett hoznunk a debütálást júni 15-ről május 29-re. Mondván, hát ha az emberek... Ki ott a stratéga? Ki, ki van abban a kupak tanácson, aki ilyen jó tanácsokat adott annak vajon? Hallod, haver? Figyelj! tök mindegy, éges be magad a saját követőid előtt, játsszuk végig ezt a műdrámát, és a végén tegyük ki azt a videót öt nap a később, után, ami ugyanúgy, ugyanaz, mint a Balázsé, csak jobban megcsinálva, de már senkit nem érdekel. Elképesztő. Számomra ez elképesztő. És én, az jön le, hogy én a Balást védem, meg a kétokost védem, ezek is ilyen populáris cuccok néha a chatten, meg a redditen, én nem gondolom, hogy én nagyon sajnálom, én a tonal régóta szimpatizálok, aki nézi, Ezer éve az én streamjeimet, videóimat, tudja, hogy én mindig is próbáltam elmondani, hogy szerintem egy értékes tartalmat csinál, mind a mellett, hogy konzumidiotizmus, meg meg abszolút nézhetetlenül revágja a tartalmait. De mindig hogy értelmes, értékes, és, és valami olyasmit is tud ő tenni, hozzáadni, amire más nem. Hát nem fogékony, nem, nem tudja megoldani. Ö, szóval én láttam benne a tehetséget. Itt viszont már. A, tehát a, ez a hibát hibára halmozás ez nem hiszem, hogy a, közeli, távoli követőknek is a szimpátiáját elnyeri. Én azt gondolom, hogy itt a, teljes imbrész lett volna a jó reakció. Akár egy olyan videóba jelenti be a ami elmondja, hogy figyeljetek, ez volt az egész processz. De, de, Egyébként megcsináltunk hozzá egy videót is, ami ugyanaz lett volna, mint a, ami, amiről nem tudtuk, hogy ugyanaz lesz, mint a Balázs, de ő lehet beelőzött minket, stb. Itt van a videó. Végig megy a videó. És ez egy, mondjuk egy ilyen félórás anyag, amiben benne van. Az, és is már más lett volna a fogadtatás. Tehát hogy a csomagolással annyit lehetett volna javítani ezen, de egyszerűen nem történt meg. Szerintem a Tom meg a balázs ezt megbeszélte, ez a baj illetki, De ezt Tonnak kurva szarosulteni, én biztos, hogy nem. Biztos, ennek, ez, ez Ő szempontjából ennek semmi pozitív az adéka nem volt. Én nem tudom. Ettől nem lett hype abba az ő itala. Ettől csak kurva kínos lett az egész. nem gondolják azt, hogy a balást követően három nap alatt létrehoztam egy üdítő márkát, egy full production filmet és társai, de ennek ellenére pontosan ez történt. És ez egy dolog, hogy külsős a témában nem jártas emberek fél. De nem ezt kérik számon az emberek, hogy, hogy te miután a balást kitette, te lemásoltad, mert onnant, tehát a három nap alatt előről kezdted az egész folyamatot, három vagy öt nap, nem tudom, lehet, eddig, lehet három, eddig ötöt mondtam, nem ezt kérik számon, hanem hogy azok után, hogy látod, hogy ő kitette, miért teszed ki te is ugyanazt? Úgyhogy már benne vagy ebbe a béna ilyen letörlöm a, vagy archiválom a fotóimat, minden, az egész ilyen műdrámában. Tehát, hogy annyira kínosra sikerült kraftolni a saját sztoritokat, hogy ebből csak úgy lehetett volna szerintem pluszban kilépni, hogyha full embrace és teljesen elmondod, hogy mi történt. Amit kávé most csinálsz, de én most is azt érzem, hogy, hogy Hát, ez a sértődött vibe van benne, ez is ilyen nagyon gagyi gondot, és meg van sértődve. Ő nyilván nem fogja azt mondani, hogy meg van sértődve, de akkor úgy fogalmazok, hogy, hogy igazságtalannak tartja, ami történt, ezáltal ilyen, ilyen, ilyen frusztráltságot érezni a, a hangján, illetve Sértődött nem tudok jobb szót mondani. Erre értenek dolgokat. De az, hogy a balás még tudatosan rá is játszik és erősíti az emberekben a fals narratívát, miszerint én elloptam a brandjét három nap leforgása alatt. Ki mondott ilyet? Nem, mert most diszpertan, ez fúra le már. Hogy hát, hát, ők akarták igen. előttünk kirakni. Az igazság győzött. Hát. Csak arról beszéltünk, hogy azt a videót másolt, tehát ki, ki volt szó, nem magáról az üdítő ötletéről, hát tök különböző az üdítőtök, nem is ugyanaz a méret, nem is ugyanaz a, a kategória. Vagy, vagy, én értek valamit félrecselt? Vagy én, én, én nem vágom, mi a faszról beszélünk? Mert nekem olyan, mint hogy tökre elbeszélne amellett, ami, ami igazából a kiakadás tárgya volt. A kimásolt mitnél kizárólag a bejelentő videó voltak a ciki. Ráadásul az, hogy, hogy, hogy romák klikbételted, azt a, azt a narratívát építetted, hogy te eltűnsz mindenhonnan, letörölted a profilképedet, letörölted a képeidet, japán üzenetekben magyaráztad, hogy milyen ízű gyümölcsök. Látszott, hogy nagyon készülsz erre, akkor mi, mi, miért így? Nem értem. Azért ez kell egyfajta önbizalom. Ezen felül Cherry on top, hogy a kétokos meg a ők voltak az elsők, akik egy social media eltűnéssel vagy profilkőritéssel promoztak egy terméket. Korszakalkotók vagyunk, trend setters. Van az út, amit mindenki követ, és mi nyessük láncsával. Mindenki minket követ, értitek? Ezt csinálja mindenki, értitek? Mert ezek vagyunk mi a kreativitás atya. Jó, ez, ez. Én, én azt gondolom, hogy kétokos. Nagyon, nagyon jó ötleteik vannak, de amikor elkezdik elmondani véleményformájában, vagy ilyen-ilyen nagyon sok olyan pillanat van, amiket én legszívesebb, az emlékezetemben, mert olyan cringe. Ez is egy olyan pillanat. Jaj. De figyelj, lehet, hogy igazuk van is. Az önhittség olyan foka, amikor már az irónia se segít rajtad, mert annyira beképzeltnek tűnsz, na ott kell azt mondani, hogy srácok, töröljét, nem tudom, kitörölni mindenki agyában, mert rohadt kínos, beég az emberek agyában, az enyémben nagyon. Annyira komolytalan át ez. Ez ugye vicc volt, nem gondolták komolyan, megnéztem a vodot, ja, igen, ez a kedvencem. Lényegtelen, mert ugye az emberek a klipet látják. Ezen is már túl vagyunk. Ezt, ezt már mindenki, sok-sok mindenki elmagyarázta. Tonis is többek között. És 2017-ben már Taylor Swift is őket másolta. Igazi úttörő ez a két figura. Aláirom. Ezzel visszajönni, hogy a két okos Uh, úttörőnek hiszi magát, akár mennyire is szatirikusan, akármennyire is ironikusan, nem tudom, engem azért zavar, nekem cringe utólag nézni. Igen, én azt a streamet nem láttam, de most látni jó cringe volt, és a Ton egyébként rendszeresen ezt csinálja, ez a kontextusból kiragad, ő az ő narratívát erősítő dolgokat mutatja, ok, ezzel is tisztában vagyok. Uh, viszont ez is ilyen súlytalan semmi, hogy ezt felhozni, hogy a két okos azt hiszi, hogy ezzel a Profil eltüntetős dologgal fogja most bepromozni magát, holott ezt már megcsinálták külföldön, de tont te ugyanezt csináltad meg, ugyanezt, csak sokkal bénába jött ki. Szóval ettől, ettől én nem, nem hiszem, hogy ezzel valaki jobban fog szimpatizálni. Ezt a kommentet manint végképp nem értem most már. Ez csak a két okos részére reagál, ami. Nem a videónak a lényegi része, I think. Max a felének, vagy a negyedének. Ön valóban volt hasonlóság a két promó között, de egy rengeteg munkát és pénzt igénylő projektet, aminek a középpontjában az eltűnés, vagyis a tény, hogy abba a videózást áll, és aminek az ötlete, még egyszer mondom már, jóval az övék előtt megszületett, nem terettem meg, hogy kidobom az ablakon. Jó, de akkor miért? Mi az, hogy nem tehetted meg? Nem tehettem meg, hogy kidobja az ablakon. Tehát, inkább beválasz. Egy ilyen lemming taktikát, hogy fogod neki futásból leugrasz a szakadékba, leveted magad a taigetoszról, mert hát ezt találtad ki. Nem volt, nem volt, nem volt más választás. Nem, nem mondtad azt, hogy hey, wait a minute. Akkor, ha már így kiasztak velünk, vagy a sors ennyire szarul működött, lehet rossz a karmánk, lehet nem kéne be így, érted így, csak így neki, neki ugrani. De. De lehet, hogy utólag úgy értékel, hogy valami tök pozitív dolog történt, meg óriási médiahek volt ez így, hogy így a másolt videónak a másolt videójának a másolata az övék, je. Yeah. Mert kronológiailag sajnos bárhogy is látjuk ezt a dolgot, kicsinálta előbb-utóbb, ez így jött le az embereknek. Kocka vetve. Ezt csináltam egy vélemény róluk, ha a saját terméken promójában hasonlóan cselekedtem. A videó, amit készítettem róluk, egy percig sem a marketing stratégiájukat véleményezte. Már rengeteg renter ezzel próbálja összemosni a dolgot. nem az általánosságban. Hagyjuk már ezt a renter dolgot. Ez, ez már tényleg. Oké, okay, hogy van egy ilyen, ö, ilyen gyűjtőnév, hogy aki véleményt mond, az renter, de a rend az nem ugyanaz, mint hogyha valaki kulturáltan megfogalmazza a véleményét. Ez ton mindenkinek jobban tudja, de oké. Okay gyűjteni fogalom, hogy egyszerűbb. Ö, igen, és most, most például money renter, mindegy, mindenki maga eldönti ezt. De lényeg, én nem, nem találom ezt ilyen, nagyon hizeg, ugyanannyira, mint az influencer szót, de hát lehet, hogy tom meg, igen. Sok renter azt gondolja, hogy ő a marketinget is kritizálta. Közben nem. Én nem tudom. Szerintem ez eléggé összemosódik, mert két okosnak marketingje van. Tehát, hogy marketingnek számít az, hogy hekkelik uh, a médiát? Persze. De eladnak vele konkrétan valamit közvetlenül? Persze. Csak uh, nyilván nem olyan látványosan, mint mondjuk Balázs a cipőit. Tehát nem az, bemész egy boltba, és szeretnék kérni két, két okos valamit. Uh, mondjuk a, a W-pólót azt megveheted talán még mindig. De na. Én vagy social ez. kommunikációjukat. Konkrétan az én videóm az eltűnésük előtt készült, így nem is tudtam volna arra reflektálni a tartalmamban. Az pedig, hogy egy tartalomgyártó befejezi a videózást, vagy eljátsza, hogy elrabolták, agyonverték és fogva tartják. Tényleg egy lapon említendő. Az egyetlen, amit bánok, hogy nem tudtam felmérni, milyen mélyen kapcsolódik hozzám egyik másik néző, illetve hogy milyen rossz érzést váltat ki belőlük a gondolat, hogy valami baj lehet velem. Álmomban nem gondoltam volna, hogy a média. Ez hazugság. Ez a hazugság. Mi az, hogy nem gondoltad volna? Mi az, hogy nem gondoltad volna? Ez törvényszerűség. A fiatalok, a gyerekek egyből ezt fogják gondolni, hogy úristen, mit történhetett veled? De ezt így utólag azt mondom, hogy én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen komolyan veszik. Bro, ez, 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 nagyon komolytalan itt a végén. Vízhangja lesz ennek az egésznek, mint amit az kapott. Biztos, sajnos már nem tudom forgatni a dolgokat, de, de egy biztos, rengeteget tanultam az esetből. És szeretném, ha mindenki tudná, tudatosan soha senkinek nem akarnék ártani, vagy kellemetlen pillanatokat okozni, és végképp nem megbántani azokat, akiknek ezt az életet köszönhetem. Ez volt az első és utolsó, hogy erről a témáról beszélek. Ugyanis nem hiszem el, hogy már megint ezzel a társasággal most össze az internet. Nem gondolom, hogy két termék ne férne meg egymás mellett. Ennek ellenére festeni, nekik el kellett kezdeni új fent meg stream betelefonálásokkal hergelni az embereket az irányomba. Őszintén Balázs, ha tényleg azt gondolod, tégla van a csapatban, és én erről már korábban tudtam, szerinted nem hoztam volna ki az italomat tudatosan előtte? A Zordnak és a Sparkinak is teljesen más a közönsége. A <laughs> végén bárki bármit mond, bárki bárkit utál vagy mindkettő zseni termék. Szerintem próbáljunk. Mindkettő egy termék. Én, tehát sajnos én ezt gondolom, de könnyű úgy beszélni, hogy nem ismerem a teljes folyamatot, hogy ez így annyira nem nehéz az meg ráírni egy üvegre azt, hogy sparkly vagy zord, és belerakni valamit, amit egyébként kitesztelnek, mert van, aki jobban ért hozzá nálad. Oké, el kell jutni odáig, hogy legyen pénzed, meg elkezdeni ezt gyártani, de több százezer követő, milliós követővel, tehát nyilván lesznek befektetők, lesznek olyan emberek egy idő után, akik azt mondják, hogy jó, hát akkor tessék, menjen én nem tudom, ezekbe az érvekbe kapaszkodni, nem tudom, én, én, én amúgy nagyon-nagyon, amikor, amikor vége lett a Balázsos interjúnak, interjúnak, podcastnak, és itt ültem, mentem hazafelé a kocsiba, és azon gondolkoztam, hogy amúgy a tonerről mit, mit fog gondolni? Tényleg ez érdekelt legjobb, hogy ő fog-e bármit mondani erről, mert nagyon súlyosnak tűnt, ami ott elhangzott. És most szembesülni azzal, hogy ő ezt gondolja, hogy ezt mondja, hogy e-mailekkel meg ilyesmi, bizonyítja, hogy ő hamarabb kitalált az ötletet, meg régebben elkezdte, miközben azért látjuk, hogy mi történt. És ezekre, visz, ezekre valahogy nem. Én szerintem nem megfelelően reflektált. Én, én, nagyon, én nagyon kíváncsi lennék ezen túl is a részletek részletekre, vagy részletekben menően a válaszokra. Én nagyon szívesen feltenném ezeket a kérdéseket de nem valószínű, hogy tont el fogom tudni érni bármilyen módon is, hogy erre reflektáljon, reagáljon. Én is azok között az emberek vagyok, akik, akik csalódtak benne. Tehát az, nem tudom, két nap alatt volt 28 ezer dislike, amit még az én videómban ott van, mutatja, most már nem, nem lehet megnézni. De, de hogy így, így, miért? Nekem csak ez volt. Úgyhogy ö, szomorú ez a szaga, és szerintem ettől még szomorúbb lett. Ö, de jó, mindegy. Az emberek nyilván tovább lépnek, az egésznek nincsen nagy súlya, de. Igazából ő, 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 ő bevállalta ezt az egészet, végment rajta úgy, hogy gyakorlatilag nem hagyta, hogy semmi befolyásolja. Ezt lehet tisztelni, hogy ő igenis kiállt és kitette, de szerintem ezzel nem. Nem, 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 sok, nem sok jó pontot gyűjtött be az emberektől, ami szerintem elég szomorú. Van még itt valami. Még magunkra koncentrálni, ahelyett, hogy a gyűröletkeltésre alapoznánk egy márka kommunikációját. Leg... Mi van? Hazugságra alapozni egy márka kommunikációját, az jobb. Belehazudni az emberek szemébe, arcába, gyermekeknek a retinájába. Eltűntem, abba hagyom a videózást, vége mindennek. Ráadásul ezt az ötletet is csak másoltam valakiről. Ez volt a nagy kreati... Ez, tehát... Lehet, hogy én egyszerűbben látom a folyamatokat, srácok. Lehet, hogy én sokkal könnyedebben beszélek erről, mert on azt mondja, hogy ez neki évek munkája, stb. Én ezt nem találom egy nagyon frappáns és jó konklúziójának ennek a két éves sztorinak. Hogyha ő ezt annak találja, amit nem gondolok egyébként, akkor ok, nyilván mindenki tovább fog lépni, biztos tök jól megy a Sparkly, biztos tök megy a Zord is. Kérdés, hogy ezután mi lesz, és mit fog tudni ezután kezdeni ezzel, és mennyire fog ráégni az, hogy hogy ez korábban is én nagyon erőltetett marketing volt. Most azt, azt, most megint ő az áldozat, hogy az emberek belerángatták ebben. Miért foglalkozol velük, rosszak, csúnya dolgokat csinálnak, olyan rossz, hogy bizonygatnod kell, hogy nem csinálta semmi rosszat. Mi rosszat csinált? Mi? Mi van? Nem, csak tök ciki, amit csinált, meg ahogy csináltak, ahogy végig lett ez víve. Ez a lényeg. Én nem tudom. Olyan, mintha én élnék valami hülye burokba, ami nem tudom, Más bolygón és csak így messziről moziznám, az, hogy hogyan élik egyesek a, 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 a hétköznapéket. Ez jó. Hát én megpróbálok megtenni mindent azért, hogy, hogy legalábbis valami választ kapjak arra, hogy Ton hajlandó lenne velem beszélgetni. Nem, nem adok rá sok esélyt, pláne azok fényében, amiket mondtam róla, vagy amiket most mondtam, mert biztos támadásnak veszi. Nem nem számított annak, sokkal inkább egy ilyen. ilyen ilyen csalódott ilyen felhördülés volt ez. We'll see.